Sziasztok! Elérkezett egy újabb hétfő, válaszolok egy újabb kérdésetekre. Ezennel a statement és a prepare statement közötti különbség volt a kérdés, hogy miben különbözik az egyik a másiktól. Mind a kettő a JDBC-nek a részét képezi, tehát az, hogyha egy ilyen alkalmazásból szeretnénk adatbázist kezelni, az ehhez tartozó típusoknak a gyűjteményébe tartozik. A statement és a prepare statement is egy-egy interfész. A prepare statement az a statementet terjeszti ki. Abban különbözik, hogy a statement az egy ilyen különálló SQL utasítás, amit elküldhetünk a Java programunkból az SQL szervernek, amit aztán feldolgoz, esetleg ad vissza valami eredményt, és ezt a Java programban feldolgozhatjuk. A prepare statement is lényegében ugyanezt végzi, de a prepare statement az véd az SQL injection támadástól, aminek akkor van kitéve egy program, hogyha úgy állítjuk össze az SQL parancsot, hogy nem használunk input validálást. Felhasználó megadhat tetszőleges bemenetet egy beviteli mezőben, akár egy webes felületen, de akár egy ilyen standalone alkalmazásnál is, és ha ez nincsen validálva, hogy mi az, amit ő ott megadott, akkor, hogyha ő egy hozzáértő, akkor megfogalmazhat úgy is egy parancsot, hogy az hát másik parancsot hajtson végre majd, amikor lefutatja a Java program. Arra kell itt gondolni, hogy amikor úgy írjuk meg a Java programunkat, hogy string darabokból így összeépítünk egy SQL utasítást, akkor, hogyha nem validáljuk a felhasználó inputot, akkor amit ő megad, azt valahova a közepére beépítjük. De hogyha ő szándékosan egy rossz stringet ad nekünk meg, amivel lezárja az előtte lévő parancsot és indít egy újabb SQL parancsot, akkor sajnos olyan utasítást is le tud futtatni az alkalmazásunk segítségével, amire amúgy nem lenne joga. És így ki van téve ennek a SQL injection támadásnak az alkalmazásunk. Ez ellen tudunk védekezni a prepare statement-tel. A prepare statementben vannak olyan metódusok, mint a setInt, setString, általában set kezdetűek, amikkel irányítottan tudunk beszúrni paramétereket egy query-be, vagy akármilyen SQL utasításba. Így, hogyha valaki például, ahol szöveges részt várunk, oda tényleg szöveget fogunk beszúrni ezáltal, ahova számot várunk, oda számot fogunk beszúrni, SQL-be apostrofokkal kell jelölni a stringeket. Így a prepare statement átveszi ezt a feladatot tőlünk, úgyhogy nem lesz lehetősége a támadónak ezt a támadást végrehajtani. Ugyanis, hogyha egy olyan szöveget ír be, amivel mondjuk apostrof van, akkor azt eszképelni fogja automatikusan. Tehát például, hogyha valakinek a neve tartalmazna egy apostrofot, akkor amúgy is, hogyha a string konkatenációt használunk, akkor nem működne a mi megoldásunk. Míg hogyha a prepare statementet használunk, ami az egy apostrófot, például mondjuk az O'Neill névben két apostrófra cseréli, így eszképelve lesz, és akkor helyesen épül össze ez az SQL utasítás. És így már biztonságosan küldheti el a Java alkalmazás ezt az adatbázis szervernek. Ez a lényegi különbség. Több különbség is van igazából a statement meg a prepare statement között. Például az is, hogy a prepare statement az, hogyha ugyanazt az utasítást kell végrehajtani, csak más paraméterekkel, akkor sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabban tudjuk ezt megtenni a prepare statement-tel. Az adatbázis oldalon is egy állapot tárolódik egy ilyen SQL utasítással kapcsolatban, és a statementnél mindig egy újabb utasításra számít a szerver. Így viszont a prepare statementnél lehetőség van arra, hogy visszaemlékezzen, egy ilyen cache-ben tárolja azt, hogy ez a lekérdezés például volt, csak más paraméterekkel. Úgyhogy röviden így tudnám ezt összefoglalni. Köszönöm a kérdést, ez is nagyon jó kérdés volt, és jövő héten jelentkezünk a következő résszel. Szép napot mindenkinek, sziasztok!